Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Vos Gála, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozásokat ismerték el Budapesten. Mamográfiás szűrőbusz. Döntött a finanszírozásról a Tamási testület. Télapó itt van. Több programot szerveztek az ünnep alkalmából Tolna megyében. Disznóvágás a székelyeknél. A közösségi élmény megélése volt a cél. Millióan dolgoznak idehaza, ami különösen magas aránya lakosságszámhoz mérten, még uniós összevetésben is hangzott el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének budapesti díjátadó gáláján. A több mint három évtizede alapított VOSZ-nál pedig azon dolgoznak, hogy ez a szám még magasabb legyen. Tolna megyéből idén Horváth János, a Szekszárdi Lux H84 Kft. Ügyvezetője vehette át a 2022-es év vállalkozója díjat a VOSZ hagyományos ünnepségén Budapesten. Eppel János, a szervezet elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy az elmúlt 15 évben soha nem volt ennyire nehéz kitekintést, iránymutatást adni a jövőre nézve. Ennek ellenére a 35 éve alapított érdekképviseleti szövetség taglétszáma folyamatosan bővül. Most arra 27 ezer vállalkozót segítenek, a cél pedig, hogy ez a szám 2026-ra elérje a 35 ezret. Emellett a Széchenyi Kártya programot is a VOSZ irányítja, ami az elmúlt két évtizedben 600 ezer ügyfélnek 4 ezer milliárd forint értékben nyújtott támogatást. Múlt évben is egy sikerévet könyvelhettünk el kedvezményes feltételekkel, garanciával és alacsonyabb kamattal, állami támogatással tudnak a vállalkozások hozzájutni. Tehát az új, amiről én beszéltem, az pedig vállalkozásfejlesztés, azt a tudást, tapasztalatot, ami felhalmozódott a VOSZ munkatársaiban, vezető testületeiben, és azt a forrást, amit a Széchenyi kártyával szereztünk, anyagi forrásra gondolok, ezeket egy vállalkozásfejlesztési rendszerben. Bizalom nélkül nincs üzlet, bizalom nélkül nem működnek a vállalkozások sem. Varga Mihály pénzügyminiszter mások mellett arról beszélt, hogy Magyarországon a Covid-járvány és a szomszédban dúló háború ellenére is 4,7 millió embernek van munkája. A munkanélküliségi ráta a legjobb öt között van az Európai Unióban. Most pedig a munkahelyek megtartására kell koncentrálnunk. Ebben a kormányzat együttműködik a VOSZ-szal, a kamarával és a Széchenyi Kártya programot koordináló KAVOSZ-szal is, emelte ki. A másik, hogy van egy versenyképes adórendszerünk, ez segíti a vállalkozásokat is, mind a munka, mind a jövedelem alacsony adóztatásával. A harmadik terület egy jó befektetési környezet, ahol érdemes újra hasznosítani a tőkét és befektetni. Nem csak a hazaiak, hanem a külföldiek is nagy arányban választják Magyarországot olyan lokációnak, ahol beruháznak, befektetnek. És talán a negyediknek oda tehetem azt is, hogy van egy politikai stabilitás az országban. Az elmúlt években, évtizedekben minden kormány kitöltötte a saját maga ciklusát, és úgy navigálta, úgy irányította az országot, hogy az lehetőség szerint befektető és vállalkozásbarát is legyen. A VOSZ rendezvényén idén a Magyar Gazdaságért díjat négyen vehették át Varga Mihálytól és Eppel Jánostól. Hárman részesültek a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjban. Az év vállalkozója díjat 22-en vehették át, köztük két határon túli cégvezető. Életbe lépett hétfőn a tengeren szállított orosz olajra vonatkozó, az Európai Unió hatodik szankciós csomagjában rögzített embargó és az orosz kőolaj hordonkénti 60 dolláros árplafonjáról szóló rendelet. A szankciós csomag megtiltja a nyersolaj és az egyes kőolaj termékek behozatalát Oroszországból az EU-ba, de átmeneti kivételt biztosít a csővezetéken érkező kőolajra azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek földrajzi helyzetük miatt nem rendelkeznek más lehetőséggel. Az ársapkát a résztvevő országok mindegyike azonos időben, december 5-én vezette be a megfelelő hazai jogi eljárásain keresztül. Az árplafon a kőolajnál hétfőn, december 5-én, a finomított kőolaj termékeknél pedig 2023. február 5-e után lép életbe. A finomított kőolaj termékek árát a határidő előtt véglegesítik. Az árplafon nem vonatkozik a már megvásárolt olajra. A hírre Moszkva úgy reagált, nem fogadják el az árplafont, előzőleg figyelmeztettek, hogy nem fognak kőolajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek elfogadják az intézkedést.
támogatja a mammográfiás szűrőbusz költségeit Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete. A DÁM önkormányzati társulással közösen finanszírozzák az 1,7 millió forintos költséget. A 2023. január 9-e és 30-a között a Tamási Váradi János rendelő intézet parkolójában helyet kapó mammográfiás szűrőbuszra 2530 nő kap behívót, őket várják a vizsgálatra. A Tamási járás területén az elmúlt években térítésmentesen került megszervezésre a 45 éven felüli nők mammográfiai szűrővizsgálata. 2023-ban ismét adott lesz a lehetőség, erről döntött a város képviselőtestülete. Körülbelül itt a Tamási és környékéről 2530 hölgyet fognak behívni. Első körben 1700 hölgy fog kapni. Ők olyanok, akik még nem kaptak behívót, és körülbelül 800 fő lesz, akik már kaptak behívót, csak még a korábbi kampányszűrésben nem vettek részt. Arra kérik a járás területén élő hölgyeket, hogy aki behívót kap, éljen a lehetőséggel. A mammográfia egy speciális röntgenképalkotó eljárás. A 45-65 év közötti hölgyeknek két évente javasolt, hogy az emlőrákot meg tudjuk előzni, illetve minél hamarabb észrevegyük, kiszűrjük, és ha véletlenül kialakul, akkor minél gyorsabban tudjuk kezelni. Azok, akik bármiféle tünetet észlelnek magukon, ők házi orvosukat vagy nőgyógyászukat keressék a problémával. A buszon csak azokat tudják szűrni, akik behívót kaptak. Csütörtökön kezdődik a csomagosztás Szekszárdon. 2022-ben is megközelítően 4500 fő, 62 éven felüli szekszárdi lakos regisztrált a karácsonyi csomagokra. Az ajándékokat hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között vehetik át az igénylők vagy meghatalmazottjaik a Piactér 1A szám alatt. A polgármesteri hivatal munkatársai több pultnál fogadják az érkezőket, hogy a lehető leggyorsabban és zökkenőmentesen haladjon a csomagok átvétele. Kérik, hogy személyigazolvány és lakcímkártya mindenkinél legyen. Van, akinél december 5-én este, máshol pedig december 6-án reggel érkezik. Az emberek piros ruhás, nagyszakálú idősként ismerik, aki meglepetésekkel halmozza el a gyerekeket. Tolna megyében több eseményt is szerveztek az elmúlt hétvégén Mikulás ünnepének alkalmából. Ember, ember, te csempely, ide mocsos mellve, sűrű havar, Műsorral készültek a gyerekek a télapónak. Hétvégén ugyanis a nagycsaládosok tolnai egyesületéhez látogatott el a nagyszakállú. Szakálla van, öreg, piros-fehér ruhát hoz. Ajándékokat. És kinek szokott ajándékot hozni? Egy jó gyerekeknek. És a rosszat mit kapnak? Virgácsot. A rendezvények közel 170-en vettek részt. Az egyesület minden évben nagy hangsúlyt fektet az eseményre, mondja az elnök. Minden évben nagyon várjuk ezt, hogy megérkezzen hozzánk is a fehér nagyszakálú Mikulás. A gyermekek igen nagy létszámban jöttek, és kíváncsiak arra, hogy mikor érkezik meg hozzánk. Az egyesületünk meg mindig nagyon fontos ez a program, hisz nagy létszámot mozgat meg, és bár igaz minden programot nagy érdeklődést tekint, de kifejezetten mondhatom, hogy ez tényleg a gyermekekről szól, és a mosoly az arcukon mindent elmond, amikor megérkezik a Mikulás. Nagy volt a tumultus a kakasdi focipálya nemrégen átadott lelátóján szombaton délután. A Mikulás ugyanis a helyi sportegyesület fiatal játékosaihoz érkezett meg. A fiúk egész évben várták a télapot és rászolgáltak az ajándékokra. A szezont ugyanis kiváló eredménnyel zárták. Én nagyon jónak értékelem a szezont, a tavalyihoz képest sokat fejlődött mindenki egyénként, de úgy gondolom, ennek ellenére, hogy nagyobb teljesítményt is tudnánk elérni. A sportolók örömmeccseket is játszottak szombaton, ennek már hagyománya van a kakasdi egyesületnél. Ez egy olyan hagyomány, amihez az egyesület ragaszkodik, hogy megköszöni a játékosoknak a részvételt, és értékelik a fél évet. A tavalyi sikerek után van hova még feltornázni a csapatot.
Bonyhádon motoros Mikulások özönlötték el a várost vasárnap. A nemrég alakult Völgységi Motoros Egyesületnek ez volt az első rendezvénye. A települést 4 pontján álltak meg a délután folyamán, ahol csokival és szaloncukorral vendégelték meg a kíváncsi gyerekeket. Ha csak egy-két kisgyereknek, vagy szülőnek, vagy a motorosokra egy kis mosolyt csalunk az arcára, akkor már megérte. Hát hiszen advent második vasárnapja van, úgyhogy ez erről szóljon, hogy mindenki érezze jó magát. A következő napokban több helyen is találkozhatnak a Mikulással a térségben, és aki megérdemli, talán még ajándékot is kap. Adventi családi napot szerveztek szombaton a szekszárdi Vosinszki Mor megyei múzeumban. A délelőtti program során az adventi hangulatot megalapozó filmvetítés, kézműveskedés és tárlatvezetés várta a szülőket, nagyszülőket és a gyerekeket. A rendezvény az épület közösségi terében zajlott. Nagyon fontos, hogy a múzeum kapcsolatot tartson a város lakóival, azon belül is a gyerekekkel és a családokkal, és ezért fontosnak tartjuk, hogy ilyen családi napokat megrendezzünk. Péntektől vasárnapig 711 hatássértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 287, szombaton 229, vasárnap 194 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideglenes biztonsági határzáron a katonák és a rendőrök. Emellett elfogtak egy határsértőt az ország belsejében, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Elsősorban a közösségi élmény megélése volt a célja a bukovinai székelyek szekszárdi szervezetében rendezett disznóvágásnak, melyre meghívást kaptak az aldunai, hertelent falvi bukovinai székelyek is. A vendégek nem jöttek üres kézzel, egy olyan könyvet hoztak, melyből megtanulhatóak a székely varrottas minták. Galuska a lényeg az egészben. Ha valaki nem tudná, töltött káposztát dicsőíti a bukovinai székelyek szekszárdi csoportjának egyik tagja. Persze ehhez a véleményhez az asszonyoknak volt még egy-két szava, hiszen a disznóvágás eredményéből közel 60 embert kellett vendégül látni. A minden évben lebonyolított program legfontosabb célja, hogy a közösség tagjai együtt töltsenek időket, megerősítve ezzel a kötődést. Nagyon fontos, hogy tartsuk a közösséget, mert a közösség ereje az fontos, hogy az a kis közösség, amiben mi vagyunk, hogy együtt legyünk, együtt gondolkodjunk, és egymás gondjairól is tudunk kicsit jobban foglalkozni. Úgyhogy én szerintem ez a disznóvágás is ilyen, hogy ilyen közösségformáló ereje van. A vendégek között volt az aldunai bukovinai székelyek küldöttsége, Hertelendi falváról, akik egy korábbi szekszárdi vizitet viszonoztak a mostani látogatással. És ahogy illik, nem is érkeztek üres kézzel. A 2000-es évek elején Kemény Mária, ő inkább gyűjtő volt. Ő összegyűjtötte a régi kézimunkadarabokat, textiliákat, és arról gyűjtötte le a mintakincset, azt adta ki könyvbe. Most Mária továbbfejlesztette úgy, hogy a saját kidolgozásait, a sarokminták megoldásait, ezt jelenítette meg, úgyhogy könnyíti a kézimunkázók munkáját. A kiadványt a herdelendi falviak eljutatják minden közösség számára annak érdekében, hogy a mintakincs eredeti formájában maradhasson fent. A mintákat, mondja Lőcse Ilona, nem csak varni, szűni is lehet, így a székely szervezetek által szervezett különböző szakkörök nagy haszonnal tudják majd forgatni. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Nemzeti konzultáció és fejlesztések. Mohácsra érkezett Lázár János az Országjáró Fórum keretein belül. Mohács 500 konferencia Pécsen. A legújabb kutatási eredményekről számoltak be a szakemberek. Értékek, kifejezés, sajátos kommunikáció. A fogyatékkal élők világnapjára nyílt kiállítás Pécsen. Lázár János a Mondjunk Nemet a szankciókra elnevezéssel országjáró sorozat keretében látogatott el Mohácsra. Az építési és beruházási miniszter arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőívet. A fórumon emellett a Mohácson és környékén megvalósuló beruházásokról is szólt a miniszter.
Hargitay János országgyűlési képviselő meghívására érkezett Mohácsra az építési és beruházási miniszter. Lázár János a nemzeti konzultáció erősítése kapcsán indított országjáró fórum sorozat keretében szólt a résztvevőkhöz a Selyem gyár kulturális negyedben. A miniszter látogatásának egyik célja az volt, hogy a nemzeti oldal helyi képviselőivel arról beszéljen, hogy a szankciós politikának milyen következményei vannak. A szankciók miatt elszabadultak az energiaárak, az infláció elszabadult az energiaárak miatt, és ezért Mohácson, az üzletekben, aki holnap reggel elmegy vásárolni, az élelmiszert 40%-kal vagy 50%-kal veszi drágábban, mint tavaly ilyenkor. Ezért kérek arra mindenkit, hogy továbbra is támogassa a kormányzatot ebben a nehéz helyzetben, mert az összefogással tudunk csak kilábalni ebből a helyzetből, amiben Brüsszel miatt kerültünk. Lázár János emellett a térségben zajló és előkészítés alatt álló beruházásokról is beszélt. Mint mondta, a Mohács 500 projekthez is kapcsolódó fejlesztések jó ütemben haladnak, bár néhány területen akadályokba ütköztünk. Ilyen például a Dunahíd, hiszen ezt a folyamatot most szüneteltetni kell. Az infrastruktúrás beruházások, amelyekre ígéretet kapott a város, a térség és Baranya megye, hogyan indíthatóak újra, mikor leszünk abban a helyzetben és állapotban, hogy az energiaválság, az infláció és a szankciós politika miatt beállt gazdasági nehézségek okán, azon túljutva képesek leszünk a beruházásokat újraindítani. Nekem volt osztályrészem annak a kormányhatározatnak az aláírása, hogy ennek a hídnak az építését felfüggesztjük, és reményeim szerint nekem lesz az osztályrészem, hogy ezt a Mohácssal szembeni bűnt jóvá tehetem. Lázár János szerint abból a nehéz helyzetből, amelyben Magyarország Brüsszel miatt került, akkor lehet kilábalni, ha a kormányt továbbra is támogatják, ezért mindenkit arra kért, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban. Különleges kiállítás nyílt Pécsett, azonban nem egy múzeumban, hanem egy vendéglátóhelyen a belvárosban. Ennél is különlegesebb, hogy a képek alkotója nem a kezével, hanem a fejéhez erősített ecsettel fest. Így mondja el azt, amit szavakkal nem tud. December 3-a a Fogyatékkal Élők Világnapja. Ehhez kapcsolódóan láthatják ezt a tárlatot az érdeklődők a Baranyai megyeszékhelyen. Festett táblaképek a falakon az egyik pécsi vendéglátóhelyen. Itt pedig az alkotó, aki szavakkal közvetlenül nem, de képeivel ki tudja fejezni magát. Ezzel a fejére erősített szerkezettel képes létrehozni alkotásait. Csütörtök este nyitották meg kiállítását, ahol a Kerekvilág Alapítvány nevében Kővári János is szót kapott. A fogyatékkal élő fiatalokat, felnőtteket, gyerekeket is abban segítünk, hogy a bennük lévő értéket meg tudják mutatni a világnak. Nyilvánvaló, ahogy mi közöttünk is, úgy ők közöttük is vannak, akik a művészetben találják meg az otthonukat, az alkotó készségüknek a terét. Most is egy ilyen kiállítást nyithatunk meg, Paulik Ferencnek a kiállítását, aki hát nyilvánvaló megmutatja azt, ami szavakban nem önthető, meg amit egyébként talán nehezen is tudnánk megértetni egymással, ami igazán benne zajlik. Ez azért fontos, mert sokszor nem tudunk kommunikálni egy fogyatékkal élő emberrel, mert nem találjuk meg a hangot, vagy nincs is meg ennek a lehetősége. Ilyenkor például a művészet lehetőséget ad arra, hogy kapcsolatot teremtsünk, mondja Kővári János. Erre jó példa a Paulik Fecó kiállítása, aminek megnyitója kötődik a december 3-ai Fogyatékkal Élők Világnapjához. Bár most már azért talán az integráción túl vagyunk, és ma már természetesebb, hogyha együtt élünk, vagy találkozunk munkahelyen, vagy máshol fogyatékkal élő emberrel, de mégis sokan vannak, akik még mindig úgy gondolják, hogy a fogyatékkal élő ember csökkent értékű, pedig ez nincs így. Mi nekünk is vannak nehézségeink, hibáink, ahogy nekik is, viszont értékeink is vannak, mint ahogy nekik is. Érdemes ezekre az értékekre koncentrálnunk. Erre hívja fel a világnap is a figyelmet. Ez ennek a kiállításnak és a világnapnak is az üzenete, mondja Kővári János. Az ENSZ december 3-át a fogyatékossággal élők világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. Mohács 500 címmel rendeztek tudományos konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának székházában. A legújabb kutatási eredményekről, az eddigi sikerekről számoltak be a szakemberek. Az eseményen elhangzott, hogy több szempontból is fontosak azok a fejlesztések, amik a mohácsi csata emlékévéhez kötődnek.
A mohácsi csatával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket bemutató tudományos konferenciát szerveztek Pécsen. A Magyar Tudományos Akadémia székházában tartották az eseményt, ahol többek között a mohácsi történelmi emlékhely létrejöttéről, a csatatérkutatásról és a sírfeltárásokról hallhattak előadásokat a résztvevők. A természetvédelemért felelős államtitkár köszöntőjében elmondta, hogy a mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve az Agrárminisztérium is kiáll a fejlesztési tervek mellett. Szeretnénk azt, hogyha elkészülne egy új látogatóközpont ide. Elkezdődött a hármas számú sírnak a feltárása, hiszen azt a 70-es években kibontották, megbecsülték, hogy mi lehet benne, de nem volt pénz akkor sem a teljes feltárásra, és talán igény sem volt a történelemtudomány akkori gondolkozása miatt, ahogy gondolkodtak a mohácsi csatáról. Mi viszont most elkezdtük, és már most be is fejeztük idén a hármas számú tömegsírnak a feltárását. Az eseményen részt vett a területért felelős miniszteri biztos is. Hargitay János emlékeztetett, hogy már 2020-ban felvázolta a miniszterelnöknek az emlékévvel kapcsolatos terveket. Mint mondta, a tudomány területén nagyon jó eredményeket értek el a szakemberek, de még jobban hangsúlyozni kell a történelmi esemény fontosságát. Mohács 500 egyszerre lehet a nemzeti kegyelet, a hősiesség és a közép-európai összefogás emlékével. Mindig, amikor csinálunk valamit, bármiről vitatkozzunk, bármit tegyünk, ezt a gondolatot lássunk magunk előtt, és ezt akarjuk építeni. Ha egy ilyen konferencia ehhez valamit hozzátesz, akkor a politika fókuszába kerül, még inkább, mint ahogy én ezt eddig elértem, még inkább, ahogy szeretném, és akkor ezeknek a konferenciáknak van értelme. Az infrastruktúrát is fejleszteni kell, hangzott el a konferencián. A célkitűzések között szerepel többek között új kiállítótér létesítése, kerékpárutak építése, de a csatában elesettek méltó emlékhelyének kialakítása is. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Vosz Gála, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozásokat ismerték el Budapesten. Mamográfiás szűrőbusz. Döntött a finanszírozásról a Tamási testület. Télapó itt van. Több programot szerveztek az ünnep alkalmából Tolna megyében. Disznóvágás a székelyeknél. A közösségi élmény megélése volt a cél. Kedden borús, csapadékos időre kell készülni. A délelőtt folyamán lehetnek intenzívebb esők, délutánra azonban helyenként felszakadozhat a felhőzet. A nap során egy hidegfront éri el a hazánkat, ezért már a térségben is fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet éjszaka. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék a műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!